Horváth Andor esszéíró, műfordító, egyetemi tanár, szerkesztő március 8-án tölteni a 75. életévét, azonban tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékének adózva kétnapos konferenciát szerveznek a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem bölcsészkarán a Magyar Irodalomtudományi Intézet munkatársai. Bíró Anna Mária és Berszán István egyetemi oktatókat köszönhetem a stúdióban. Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Holnap kezdődik a konferencia, amelyen megidézik Horváth Andornak az alakját. Ő egy, ha mondhatnám így, egy rejtőzködő úriembere volt az irodalmároknak itt Erdélyben. Én nekem legalábbis így maradt meg az emlékezetemben. Gondolkozom ezen a Horváth Andor jelenségen. Arra gondolok, hogy miért emlegetjük olyan sokat? Miért van az, hogy róla beszélünk itt is, meg hogy emlékkonferenciát szervezünk ilyen hamar? Az első válaszom nem elégített ki, hogy tehát az erudíciója az nagyon meggyőző volt. Tehát az a tájékozottsága, hogy hajszál pontosan fölidézett, utalt. A második válaszom, ami talán közelebb áll az igazsághoz, az, hogy hihetetlen kapcsolat rendszere volt Andornak. Közéletben, kultúrában, szakmában. Barabási Albert László, a hálózatelmélet mestere, ilyen csomópont embernek nevezné Andort. És ez azért fontos szerintem, mert akármiről beszélt, ő benne volt abban. Tehát hiteles volt, amikor megszólalt egy kérdésben, akár politikai, akár irodalmi, akár kulturális kérdés volt. De ami nekem érdekes, hogy Andort sok nemzedék kedvelte. Én azt figyeltem meg, hogyha valakit a nemzedék társai kedvelnek, akkor az utána következő nemzedéknek már nem olyan érdekes, vagy a harmadik, még fiatalabb nemzedék el is felejti. Vagy fordítva, hogyha valaki a fiataloknak tetszik, akkor a nemzedék társai idegenülnek el tőle. Ez volt az érdekes, hogy Andort nagy tisztelet övezte a nemzedék társai körében, az utána következő, az én nemzedékem körében és a diákok körében is. És azt gondolom, hogy az erudíciója és a kapcsolathálózata mellett a személyiségének a varázsa ad erre választ. Biztos, hogy neki is voltak emberi gyengéi, családot kellene ezekről kérdezni, de a szűkebb és a tágabb nyilvánosságban ő egy elegáns, előzékeny, szellemes és nagyon barátságos társ tudott lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Andornak a társasága hiányzik nekünk nagyon. Anna Mari, mit tehetnél hozzá ehhez a leíráshoz, ami szerintem nagyon-nagyon pontos volt, nagyon érzékletes volt? Hát igen, én ezt megerősíteném, nyilván egy másik nemzedék álláspontját vagy nézőpontját tudom itt képviselni. Én elsősorban diákja voltam Horváth Andornak, annak ellenére, hogy most az egykori munkahelyén dolgozom, és hát nagyon sokáig nyomon követte azt, hogy mit csinálok, vagy hogy hogyan folytatódik az, amit ő az oktatásával elkezdett, nyilván a kollégáival együtt, és ez nem csak rám vonatkozik, hanem azt hiszem nagyon sok nemzedéktársamra és az utánam jövőkre is, hogy odafigyelt ránk, mint diákokra. Így mai napig is így a fülemben cseng a kérdése, hogy van maguknak, fiataluknak jövőképük, és hogyha van jövőképük, ezt van kivel megosszák? Tehát, hogy erre volt kíváncsi, vagy kíváncsi volt arra, hogy mi hogy látjuk-e ezeket a nagy összefüggéseket, amikben ő gondolkodott, nyilván nem láttuk. Tehát, hogy megkérdezte, hogy hogyan látjuk a jövőt, aztán vázolt gyorsan egy olyan jövőképet, amiben ő gondolkodott, vagy nem gyorsan, hanem lassan, és kérlelten, és azt hiszem, hogy ezek a nagy összefüggések, vagy az, hogy különböző dolgokat egymás mellé tudott rendelni, és úgy beszélni róluk, hogy azok valamilyen szinten jelentést kapnak, ez így nagyon hiányzik. Tehát, hogy ez a jelentésadás, amire ő képes volt, és amire próbált minket tanítani, függetlenül attól, hogy milyen tantárgy volt az adott tantárgy, amit oktatott.
Hát István említette, hogy nagy népszerűségnek örvendett a diákság körében, és látom, hogy elhoztátok ide azt a kötetét, amelyről én azt mondanám, hogy gyakorlatilag kultuszkönyvnek számít még mai napig is, azt hiszem az egyetemisták körében, a Montaigne köpenye. Ezt nagy-nagy szeretettel forgattuk már annak idején is, és gondolom, hogy a mai napig is kedvelik a diákok. Mit tudunk mondani az esszéíróról? Mire törekedett? Ugyanezekre a nagyívű összekapcsolásokra. Én legalábbis így emlékszem rá. Nekem az a legmaradandóbb emlékem, amikor ő élő szóban művelt az esszét. Azt hiszem, hogy a diákokat ezzel tudta megnyerni. Azt tette hozzá, az élő szóban művelt esszében, ahhoz, amit a Montaigne köpenyében, ezt vagy a többi kötetében látunk, hogy egy nagyon finom, intellektuális humorral szőtte át a legkomolyabb és a legdokumentáltabb témákat is. Tehát az nem olyan fokú, tehát abban visszafogja magát írás közben, de előadás közben ezek a sziporkák, ezek nagyon élvezetessé és izgalmassá tették, amiről beszélt, és nagyon kíváncsivá hallgatókat. Tehát én azt gondolom, hogy amikor ő beszélt, akkor minden mondata az egy ilyen esszé, meg fordító műhely volt. Tehát látszott abban, ahogy készül egy gondolat, ahogy újra kezdődik, ahogy betoldásokkal egészül ki, lebomlik újra, de az egésznek mégis volt egy kecses íve, és ezt nem olyan görcsösen művelte Andor, hanem mégis könnyedén folyt az egész. Tehát ez olyan élvezetes előadóvá tette, hogy csüngtek rajta diákok. Ezt irigyen mondom tanárkollégaként, hogy ezt mindig láttam, hogy mosoly van a diák hallgatóság arcán, amikor Andor elkezdi az előadását. De nyilván, hogy az írott esszék is izgalmasak. Lássuk, Ancsa, kezd el, hogy látod. Lesz erről előadás a konferencián egyébként az esszéíró Horváth Andorról, úgyhogy én most az előadás témáját itt nem is mondanám el. A könyvekről beszélni, különböző könyveket hoztam az életműből, és a Montaigne köpenyét azért is válogattam be, vagy hoztam el, mert ott meg van jelölve néhány téma a borítón. És most feltűnt, ugye az a kötet 1985-ben jelent meg, és 2013-tól 2016-ig volt egy beszélgetéssorozat, amit Serestély Zalán kezdeményezésére a Láthatatlan Kollégium szervezett, és ahol az állandó beszélgetőtárs Horváth Andor volt. 6 ilyen beszélgetés volt, bár eredetileg 5-et terveztek, és hogy azok a témák, amelyek azon a borítón megjelennek, azok visszaköszöntek ebben a beszélgetés sorozatban. Tehát én valahogy úgy látom, hogy volt néhány központi téma, ami őt érdekelte, ilyen a hatalom kérdése, vagy az értelmiség szerepe a közéletben, vagy akár a politikai életben, a kultúrának a szerepe, az identitás kialakulásában, vagy az irodalom szerepe ebben, és hogy azok így végigvonulnak az életművön, azokon a könyveken, amelyek tematikájukban különböznek ugyan, de valahogy a csomópontok folyamatosan itt kereshetők. És ez látszik ugye ebben a beszélgetés sorozatban is, vagy ez látszott, amit nagyon szeretnénk, ha majd megjelenne kötetben, tehát a hanganyagok azok megvannak, és remélhetőleg valamikor majd kötetben is lát, mert akkor valahogy összeköthető lesz ez az esszékötet azzal, ami a szóbeli esszé volt Horváth Andor esetében. Említetted, hogy megidézitek az esszéírót. Mi kerül még bemutatásra ezen a konferencián, amelyet két naposra tervezett ugye az Irodalomtudományi Intézet, illetve Jó magad vagy a főszervezője. Kik miről beszélnek? Ugye nem csak Horváth Andorról, mint személyről lesz szó, hanem gyakorlatilag egy tágabb merítés lesz. Igen, hát egy kicsit beszélnék arról, hogy hogyan alakult ki a konferencia ötlete, és akkor utána a témákról is. Ugye az több helyen is olvasható, hogy Horváth Andor utolsó évet itt a magyarországi Berekfürdőn töltöttem. Azt hiszem, hogy ő jobban hiányzott nekünk, vagy nagyon hiányzott a kolozsváriaknak, mint mindenki, bár ezt nyilván félve mondom.
Mégis többünket megimitált oda magához erbe a berekfürdői házba, ahol hirtelen ez a ház átalakult egy francia szalonná, és akkor ott lehetett beszélgetni, így is nevezte a nappaliát, hogy akkor üljünk le a szalonba és beszélgessünk. És amikor 2016-ban utoljára voltam ott, akkor már említette, hogy amikor a 75 éveit be fogja tölteni, akkor visszajön Kolozsvára és tart egy előadást, és hogy erre az előadásra már készül. Tehát, hogy ez egy mai, ebben az egyetemi üzemmódban működő ember számára szinte már elképzelhetetlen, hogy valaki 3 évet készüljön egy előadásra. Tehát, hogy érlelte magában azt, amit hát így mondani szeretett volna a 75. születésnapján, nem árulta el, hogy ez mi, tehát, hogy milyen témáról szeretne beszélni. És hát akkor, amikor már nyilvánvaló volt, hogy ezt az előadást ő nem tarthatja meg, akkor azokkal, akiknek szintén beszélt erről a tervéről, ilyen ez a már említett Serestély Zalán kollégám, azt gondoltuk, hogy nyilván ezt mi nem tudjuk pótolni. Akárhány előadót hívunk meg, vagy akárhány kollégája tart előadást, nem fogjuk tudni pótolni ezt az általa előkészített mondandót, de hogy mégis próbáljuk meg számba venni azt, hogy milyen feladataink vannak ezzel az életművel kapcsolatban, és akkor az Irodalomtudományi Intézet ezt nagy örömmel fogadta, ezt az elképzelésünket, és támogatta a tervünket. Hát a kollégákat kértük fel előadást tartásra, illetve azokat a pályatársakat, akik fontosak voltak az ő számára, meg nyilván a tanítványokat. Tehát, hogy én nem nagyon tudok elképzelni olyan Horváth Andor konferenciát, ahol a tanítványok ne lennének ott, hiszen valahogy mindig közel tartotta magához őket. Így a témák is emiatt egy kicsit szerteágazók, tehát, hogy vannak olyan témák, amelyek Horváth Andor munkásságával foglalkoznak, és vannak olyanok is, amelyek azokat a fő tematikákat járják más szempontból körül, amelyek foglalkoztatták Horváth Andort életében. Tehát ezek a kapcsolattörténeti kutatások, francia-magyar kapcsolatok, román-magyar kapcsolatok, és vannak olyan előadások is, ilyen lesz a saját előadásom is, amik hát be nem váltott ígéretek, vagy hát Horváth Andor gyakran kitalálta azt, hogy ki mit kellene megcsináljon, és nem biztos, hogy azt meg tudtuk csinálni. Két ilyen előadás is lesz, tehát hogy kiosztott Horváth Andor feladatokat, amelyek nem készültek el az életében, de hát ha most felnövünk ahhoz, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk, vagy legalábbis megoldhatóvá tegyük. Megpróbáljátok. Egy percünk maradt a beszélgetésből, és akkor azt Istvánnak szánom, hiszen látom, hogy Istvánnak is egy nagyon érdekes előadása lesz, az a címe, hogy Rendezvous Proustnál. Egy percben áruld el, hogy mit fogsz mondani Horváth Andorról, hiszen az alcíme az, hogy Horváth Andor emlékének. Horváth Andor visszanyert emlékének. Visszanyert emlékének. Neki egy kedvence volt Proust, itt elhangzott, hogy voltak ilyen visszatérő témái, ő egy Proust rajongó volt. Tudok róla, hogy köteteket fordított le az eltűnt idő nyomából, majd azok is a kutatás tárgyaivá válnak, de visszatérve az én vállalkozásomra, ehhez a csoporthoz tartozom én is, amelyről Ancsa beszél, de még meredekebb lesz a vállalkozásom, mert én egy vitát adok elő Horváth Andorral. És nagyon komolyan úgy gondolom, hogy amikor ő beszél, akkor itt állok, és amikor én beszélek, akkor ott állok, mert nekem vita partnerként volt nagyszerű társ. Amit én egy ilyen vitában elmondtam neki, azt mindig sokkal jobban értettem, mint azelőtt, amikor el szerettem volna mondani. Na hát, azt hiszem, hogy órákon keresztül lehetne beszélgetni Horváth Andorról. Sajnos lejárt az időnk, de remélem, hogy nagyszerű konferencia lesz. Megérdemli Horváth Andor. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.